Jó estét kívánok! A téli szünetet követően ismét friss adással jelentkezik a Pont.eu, a Pannon Televízió Európai Uniós magazin műsora. Bizonyára már hallottak róla, hogy májusban 23-a és 26-a között európai parlamenti választást tartanak. Ezen azok a magyar állampolgárok is részt vehetnek, akik nem rendelkeznek uniós lakcímmel. Mi itt a Pont.eu-ban a következő adásokban igyekszünk minél több fontos, alapvető információt elmondani a választással, illetve az Európai Parlament munkájával kapcsolatban. De egyébként is érdemes nézni minket, ugyanis a Pont.eu azt mutatja meg, hogyan élnek az emberek az Európai Unióban, és hogy életüket hogyan befolyásolja az Európai Parlament. Tehát, ha szeretnénk részt venni a szavazáson, jó tudni, miről döntünk. Nézzenek minket! Mi az Európai Parlament? Hogyan képviselik az embereket az ott ülő politikusok? És mennyibe kerül az ő munkájuk az unió állampolgárainak? A műsor elején nézzenek meg három kis filmet, ami választ ad ezekre az egyszerű kérdésekre. Ajánlom önöknek a szavaznifogok.eu oldalt, itt ugyanis minden fontos információt megkaphatnak az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban magyarul, ráadásul a hírlevélre is feliratkozhatnak, így nem maradnak le semmiről. Húsz éves az euró, az Európai Unió hivatalos fizetőeszköze. Január 1-én volt a jubileum, és az Európai Parlamentben is megemlékeztek bevezetéséről, és mindarról a jóról és rosszról, amit az Európai Unió polgárainak hozott. A franciák zsebében átlagosan 32 euró van. A portugálok 29 eurót tartanak maguknál. Míg az olaszok és a németek jobban bíznak a készpénzben, és általában 69, illetve 103 euró nyomja a tárcájukat. Jelenleg majdnem 340 millióan használják az eurót, de nem volt ez mindig így. 11 ország összefogásával 1999. január 1-én jött létre az euró számlapénz formájában.
mely 3 évvel később, mint készpénz is megjelent a tagok országaiban, leváltva az addigi valutákat. Jelenleg 19 ország használja az Unióban, további 4 törpe állam engedéllyel, Koszovó és Montenegró pedig önhatalmulag vezette be az eurót. Jelenleg az uniós valuta a legnagyobb forgalmat lebonyolító pénznem az amerikai dollár mögött. A közös pénzzel és a közös piaccal nagyot nőtt a tagországok egymás közötti és unión kívüli kereskedelme. Gazdaságilag erősebbé váltak. Az Európai Parlamentben ünnepi ülésen emlékeztek meg az euró 20 évvel ezelőtti megindításáról, és elismerően szóltak az euró előnyeiről. Az utolsó felmérések alapján, az Euróbarométer szerint 4 európaiból 3 pozitívan értékeli a közös valutát. Az euró átláthatóbbá és versenyképesebbé tette a belső piacot, egyszerűbbé váltak a tranzakciók, az utazás, a kereskedelem és a turizmus. Az ünnepi ülésen az Európai Központi Bank jelenlegi és korábbi elnöke is méltatta az eurót. Az elmúlt évek során a megválasztott képviselők itt az Európai Parlamentben és a nemzeti parlamentekben is felismerték, hogy ahhoz, hogy hosszú távon biztosítsuk a gazdasági jólétet és prosperitást, közösen kell megoldanunk a kihívásokat, hiszen közösen erősebbek vagyunk. Az egységes piac a fenntartható növekedésnek egy nagyon erős motorja, amely biztosítani tudja az életminőségünket. Az euró segített fenntartani az egységes piac integritását. A piacaink most már annyira integráltak, olyan mértékben integráltak, ami korábban az euró előtt elképzelhetetlen volt. Az euró bevezetése után az export nagy mértékben nőtt, eléri ma már a GDP 20%-át, és emellett az euróövezeten belül különböző értékláncok jöttek létre. Az euróövezet emellett 2 évtizednyi árstabilitást is szavatolni tudott olyan országokban is, ahol ez korábban már elképzelhetetlennek tűnt. A stabil árak pedig eljuttattak minket oda, hogy az emberek ismét bizalommal fordulnak a megtakarítások irányába. A prosperitás pedig azt eredményezte, hogy a vállalkozások egyre többet fektetnek be. Manapság a legtöbb kihívás, amelyet szembenézünk, globális léptékű, és csak közösen tudjuk ezeket a kihívásokat megoldani. Először is. Ez a valuta hitelesség és stabilitás szempontjából sikersztori. Az LKB a demokráciáktól, az európai demokráciáktól mandátumot kapott, árstabilitást kellett garantálnia, biztosítani kellett a stabil árakat, és megállapított az éves átlag euróinflációt, ami 1,75%-ban került megállapításra, ez jobb, mint a korábbi nemzeti valuták stabilitása. Nemzeti szinten is hiteles ez a valuta. A második legfontosabb valuta a dollár mögött, és sokkal a harmadik előtte jár, a jen előtt jár. Aztán harmadszor nagyon ellenálló képes az euró, a legszörnyűbb, a másik világháború óta bekövetkező legszörnyűbb pénzügyi válságban is ellenálló képes volt. Ez az egységes valuta. Sokan azt gondolták erre, hogy ennek rövid kérészélete lesz, és sokan azt gondolták, hogy ez egy túl merész vállalkozás, de úgy tűnik, hogy mégis ellen tudott állni a nehézségeknek. Az euró megmutatta, hogy ezek a felvetések nem voltak helyesek, és megmutatta azt, hogy a legrosszabb nemzetközi körülmények között is megállja a helyét. Persze az eurónak hátrányai is vannak. Szakértők szerint a közös gazdaságpolitika nélkül nem lehet a közös pénzt hatásosan üzemeltetni. Emellett az egyes tagországok válságai az egész euróövezetre negatívan hatnak.
Az euró eddigi egyik legnagyobb problémája a görög válság volt, ami komolyan megingatta az euróba vetett bizalmat. Irigyelhetjük ezt a férfit, kötekszámra pakolja az eurókat, persze nem a sajátját, a bankokat nyomtató üzemben dolgozik. A papírpénzek egyformák, az érmék azonban különbözhetnek, az országok által önállóan választott nemzeti motívumok jelennek meg rajtuk. A születésnapot ezúttal egy kivonással ünnepli az Európai Központi Bank. Január végére az eurózóna mind a 17 jegybankja beszünteti az 500 eurósok nyomtatását. A döntést azzal indokolja, hogy a legnagyobb értékű euróbankó elsősorban a terroristák, pénzmosók és feketézők körében volt népszerű. A lassú kivonás másik oka, hogy egyre többen használnak bankkártyát, és így a nagyobb címletek feleslegessé váltak. Ez volt a hivatalos rész az euró jubileumáról, az ünnepi ülés az Európai Parlamentben. Most azonban jöjjön néhány kis film, ami megmutatja, hogy miért is olyan jó az euró. Mert hogy élni, dolgozni, vásárolni és befektetni is könnyebb, mióta megjelent az egységes európai fizetőeszköz. A technikai fejlődés és a globalizáció miatt az Európai Unióban is sok ember elveszítette az állását. Az ő megsegítésükre jött létre a globalizációs alkalmazkodási alap. Az európai parlamenti képviselők most azon dolgoznak, hogy az alap által biztosított támogatások és programok minél egyszerűbben eljussanak az érintett emberekhez. These workers in western France are protesting against the closure of a coal-fired power station. And here, employees at a car factory are worried about their jobs after the automaker announced it was moving production abroad. The European Globalization Adjustment Fund was established over a decade ago to support people who've lost jobs due to shifts in global trade patterns. Since 2007, 150,000 redundant workers have been helped by the fund to retrain and find work. The fund can be used for vocational training, provide subsidies to create new businesses, or offer incentives to employers who take on workers following redundancy. C'est vraiment une offre assez variée qui est donnée aux travailleurs pour que le plus vite possible, ils ne perdent pas cette employabilité. Ce sont des travailleurs qui travaillaient et qui doivent être remis le plus vite possible sur le marché de l'emploi pour ne pas perdre cette expérience. MEPs also want workers who lose jobs in smaller firms to be able to benefit from the fund. But that's not all.
pourront avoir recours à ce fonds des travailleurs qui sont licenciés pour des questions technologiques, c'est-à-dire des mutations technologiques à l'intérieur du secteur industriel, ou alors, par exemple, les transitions environnementales. Under the new plans, requests for support from the fund would become simpler and with less red tape, and the budget would be increased. A téli szünet előtti utolsó adásunkban már bemutattuk önöknek Oleg Szentszovot, azt az ukrán filmrendezőt, akit az Európai Parlament Szaharov díjjal jutalmazott. Azóta megtörtént az átadó is az Európai Parlamentben, amin természetesen Szentszov nem vehetett részt, ugyanis jelenleg is Oroszországban raboskodik. Mutatjuk, milyen volt az átadó nélküle. The 2018 Sakharov Prize for Freedom of Thought has been awarded to Oleg Sentsov, a Ukrainian filmmaker and political prisoner in Russia. His work has earned praise at international film festivals. Sentsov delayed work on a second film to protest Russia's annexation of Crimea. In 2015, a Russian court sentenced him to 20 years in prison on charges of plotting terrorist acts. He is incarcerated in a remote penal colony in the Arctic Circle. Его надежда вообще не покидает, и я уверена, что он надеется даже не столько, что он выйдет сам, но выйдут и другие заключенные, и вообще весь этот путинский режим рухнет. In 2018 he started a hunger strike to draw attention to the plight of political prisoners in Russia. He was forced to end it after 145 days because of serious ill health. Олегу это сигнал, что его борьба не напрасна, что борьба продолжается. Что благодаря его голодовке мир стал более громко говорить об украинских политзаключенных. Я считаю, что это его как раз-таки победа. The parliament is calling for the immediate release of Oleg Sentsov, who has become a symbol for the liberation of all political prisoners in Russia. Non siete soli nella lotta. Questo Parlamento sarà sempre al vostro fianco. A Pont.eu-t, a Pannon Televízió Európai Uniós magazin műsorát látták. Köszönöm a figyelmüket, szép estét kívánok!